Viktor régészeti naplójából az egyik kedvenc bejegyzésem ez a kis Anubisz szobor megtalálásával kapcsolatos. Ezt szeretném most felolvasni. 1898. május 20. Jászfényszarún időzvén az ottani kántor egy kis Anubisz egyiptomi istenalakot porcelánpasztából adott, melyet 6 másik egyiptomi istenkével, azokkal, melyek Oziris előtti Amenteszbeli alvilági ítéleténél szerepelnek, a Kiskunságban Puszta Szent Lászlón egy kútásása alkalmával egy csontváznyaka körül 3 ölnyi mélységben találtak. A többi 6 istenkét is kértem tőle, de mint egy buta makacs ember nem adta, azt adva ürügyül, hogy gyermekei nagyon szeretik és nagy örömmel játszanak velük. Mint később hallottam, el is játszották, ma már nincsenek meg. Ez az apró kis Anubisz szobor egyrészt aranyos, kedves a története. Másrészt viszont ez egy egészen ritkaságszámban menő kuriózum kis tárgy. A fejénél ki van lyukasztva, hogy Hild Viktor is írta, nyakláncként hordták más egyiptomi istenekkel, akik ugye a Kárpát-medencében nem igazán voltak őshonosak. Nem tudunk semmi biztosat, de nagy valószínűséggel egy szarmata sírban találták ezt a kis szobrot. A szarmaták pedig több módon hozzájuthattak egyiptomi isten szobrocskához. Egyrészt a szarmata népesség a Krisztus utáni 1. század elején költözött be az Alföldre, amikor a Dunántúl már római provincia volt. A következő 1-2 évszázad folyamán a rómaiakkal kereskedtek, voltak zsákmányoló hadjáratok is, ugyanakkor a szarmaták több hullámban keletről érkeztek, és a keleten maradt szarmata törzseknél is előfordulnak ilyen vagy ehhez hasonló tárgyak, úgyhogy könnyen meg lehet, hogy még keleten kerültek kapcsolatba az egyiptomi vallással, vagy más keleti kultuszokkal, bár hiába egyiptomi istent ábrázol, nyakláncként hordták.